Bodza vagy levendula kerül az eperhez? Ma a bodzát fogunk. Nem én lennék, hogyha nem hűíteném meg valami finomsággal. Lehet bodzával összefőzni, levendula virággal, friss bazsalikom levéllel, tárkonnyal, marcipánnal és banánnal is. Mármint ezek külön-külön, gondolom. Külön-külön. Ez mind külön-külön lekvárféleség lesz belőle. Fogadjunk, hogy úgy kezdődik, hogy megmossuk és leszedjük a csomáját. Igen, mert mosva nem lehet kapni, és konyakészen nem lehet kapni az epret, úgyhogy ezt most jó, alaposan megmossuk. Azt tudtad, hogy minden egyes eper szemen 362 darab maga? Komolyan. És ez egy olyan gyümölcs, ami a rózsafélék családjába tartozik, egyetlen, ami a gyümölcs külsején hordja a magját. Mi a különbség a szamóc és az eper között? Sokat gondolkodtam, és állandóan zavarba jöttem, mikor így hívni kellett a gyümölcsöt valaminek, és akkor megkérdeztem a Bálint gazdát. Ő szerinte a szamóca és az eper elnevezése között a méret a lényeg. A nagyszemű gyümölcsöket hívjuk epernek, és ezeket az aprókat pedig szamócának, de ugyanúgy szamócának nevezik az erdőben termő vad szamócát, vaderet, és epernek nevezik az eperfán termő eperfa gyümölcsét. Beletesszük a bodzát. Benne marad a lekvárba, a vagy ezt kiszedjük? Nem fog benne maradni, azért kell így tányérostul beletenni, viszont hogyha beleesik a kis szirmai, az nagyon helyesen fog mutatni benne, de a lényeg, hogy ennek a finom, illatos, parfümös illata belefőjön ebbe a lekvárba. Alágyújtunk. Kell egy kis cukrot ráönteni, hogy levek kijöjjenek, és akkor itt szép lassan elkezdenek kioldódni a finom ízek a gyümölcsből, meg a bodzavirágból. Főzzük szét legalább egy 10-15 percig, hogy a eperszemek is szétmenjenek, és akkor nem lesz olyan szivacsos, nem fog az üvegnek a tetejére feljönni. És mielőtt beletennénk a pektint, meg még a maradék cukrot, citromlevet, a habot szedegessük le. Megkeresem benne a bodzavirágokat, ezeket kidobjuk, és hivatalosan rengeteg cukrot kellene használnunk, hogy lekvárnak nevezhessük, de hát mit csalunk. Csak annyit teszünk bele, hogy édeskés legyen. Cukorral összekevert pektinnel fogjuk a levét besűríteni, mert így alaphelyzetben, ha beleraknánk üvegekbe, akkor inkább kompótra hasonlítana, mint mondjuk lekvárra. Így. És hogy a gyümölcsöknek az ízét kiemeljük, ahhoz kell citrom, vagy fehér porecet, az is nagyon jó, ki tudja emelni a gyümölcsnek az ízét, de az ingyencek kipróbálhatják balzsamecettel is, abban is tuti az eper. Leturmixolod? Nem, nem. Én szeretem, hogyha olyan darabok van, az az igazi. Egyet rottyam, és akkor utána beletöltjük az üvegekbe, lehet a spájzba. Megkóstoljuk. Igen, nagyon pici citrom. Igen. Savanykásabb legyen. Ez egy jó kiépződik. Nagyon. A hozzának a íze. Tényleg jó. Hát ugyanígy lehet hűíteni a levendulával. Tárkony, bazsalikom, citromfű, rozmarin. Kész. Ennyi.